Sok szeretettel köszöntelek. Aztán maradhatunk ebből, hogy tegeződjünk, mert én nem szeretem azt a élettől elrugaszkodott helyzetet, hogy amúgy tegeződünk és elkezdünk magázolni. Tehát sok szeretettel köszöntelek, úgyis, mint Sós Eszter Petronellát, a Sinistro Versum nevezetű, mondjuk így, hogy féltudományos, félpolitikai sorozatnak a általam vitt első etapjával, és nagyon köszönöm neked, hogy ezt a kísérletet végigcsinálod velem. Köszönöm a meghívást. És valóban ez a meghívás, ez abból a szempontból volt számomra legalábbis evidens, hogy én amennyiben a francia politikáról akarok egy kicsit többet megtudni, hát bizony nem nagyon tudnék más nevet mondani. Ez biztos, hogy az én felkészületlenségem, te sokkal jobban ismered a különböző kollégákat, de ezzel együtt én azt hiszem, hogy ez egy olyan vetülete a magyar életnek, mármint a francia kapcsolatok, ami szerintem legalábbis méltatlanul háttérben van. Mindenki, mit csinálnak az angolok, mit csinálnak a németek, miközben azért mégis egy majdnem 70 milliós atomhatalomról van szó, méretre, történelemre, pláne történelemre, az európai történelemben játszott szerepét, azt hiszem, hogy nem is kell itt különösebben ecsetelni. Tehát magyarul ezt szeretném igazából először tőled megkérdezni, hogy vagy mi az oka ennek, hogy ennyire így háttérben van, de mielőtt ezt megtenném, még egyszer Sós Eszter Petronella, a Milton Friedman Egyetem adjunktusa, és a politika tudományok doktora, fő szakiránya általában is az európai politika, azon belül pedig hát speciálisan még a francia politika. Ha majd még az önéletrajzot szempontjából itt valamit el kell mondani, akkor majd abban segítesz. De akkor íme itt az első kérdés. Miért nem érdekel senkit Magyarországon az, hogy mi történik Franciaországban? Na jó, itt túlzás, keveseket. Ez a kedvenc kérdésem, és amióta Franciaországgal foglalkozom, ezt én próbálom kideríteni. Biztos, hogy benne van a német gazdasági erő, tehát az, hogy a magyar gazdaság sokkal kitettebb a németeknek, mint a franciáknak. Benne lehet egy ilyen pszichológiai, történelmi hagyomány is, hogy franciák és Trianon, ezt meglepően sokszor megkapom egyébként, hogy Trianon. És talán benne lehet a rendszerváltóknak az orientáltsága is. Tehát, hogyha megnézzük, hogy milyen alkotmányban gondolkodtak, hogy hova figyeltek, akkor azért inkább a németekre figyeltek, talán egy kicsit a britekre, amerikaiakra, de valahogy, mint a Franciaország nem lett volna ott a követett országok között. Pedig valóban az európai integrációnak az egyik vezető nagyhatalma, és hát olyan közös érdekeink vannak, ezt te tudod a legjobban, hogy szintén egy agrárország, akivel olyan közös érdekeink vannak, amiket hát nem nagyon tudunk megkerülni, és akkor most csak egy területet mondtam. Beszélhetnénk még itt az atomenergiáról, határvédelemről, védelempolitikáról, tehát azért itt nagyon sok közös dolog van, amiket a franciákkal együtt tudunk intézni. De igaz, az én is azt gondolom, hogy nem csak a magyar közélet, hanem bizonyos szempontból a magyar külpolitika sem mindig használja ki azt a potenciált, ami a francia kapcsolatban van. Hadd tegyem hozzá, hogy itt azért érzékelek most egy fejlődést, tehát most egy viszonylag közeli és pragmatikus kapcsolat van a magyar és a francia vezetés között. De azt látjuk, és most lehet, hogy benyomásokat mondok, hogy azért ennek tényleg van egy személyes vonulata. Tehát például Medgyessy Péter, aki jól beszélt franciául, hát ott érdekes módon akkor rögtön pörögtek a francia kapcsolatok, szóval nyilván egy ilyen kulturális közelségérzés kell ahhoz, hogy ezek a kapcsolatok mélyüljenek. Én is találgatok, tehát akárhányszor találkozok olyan emberekkel, akik az elmúlt 20-30 évben a magyar külpolitika alakításában akárcsak áttételesen is részt vettek, én is mindig azt kérdezem, hogy miért. És részlegesek a válaszaim, hát nagyjából ezeket tudom összepakolni. Kérlek szépen, ugye ennek a mostani beszélgetésnek az a műfaja, hogy a politikus kérdezi a szakértőt. Most nem tudom, hogy ezzel degradáltak, vagy fölemeltelek, hogy szakértő, mert ez egy ilyen vegyes dolog, ami vagy szeretik, vagy nem. Minden esetre ugye mi politikusok általában nagyon szeretünk kinyilatkoztatni, aztán lezsűrizi a
tévé, rádió, behívnak szakértőket, az is lezsűrizi, vagy tudós embereket, akkor maradjunk itt a tudós embernél, aztán pontosabb. És igazából én azért is indítványoztam ezt a beszélgetést, mert nekem tényleg vannak kérdéseim. Tehát politikusként is vannak kérdéseim, amire még annyira, akármire hiszem, hogy tudom a választ, azért jobb lenne megkérdezni valakit. Tehát ez a dolog. Na de mielőtt ezt megtenném, és mélyebben kérdeznének, csak egy kedvenc sztorimat akarom elmondani. Ugye hát az Európai Parlament, meg általában az európai intézmények életében az indítás ugye a francia-német tengely volt, az angolok azok csak később jöttek be, a nyelvükkel együtt, ezt azért úgy szeretném mondani. És az angol igazából akkor vált domináns nyelvi az európai intézményrendszerekben, amikor volt a nagy bővülés. Ugye az új országok azok oroszul tudtak, meg angolul, meg hát valamennyire németül, franciául. Igen, ez a mai napig is egyébként észtek, simán beszélnek csehekkel, oroszul az Európai Parlament folyosóján, tehát ez egy megszokott történet. Na de ugye bejött az angol, mi több egy domináns nyelvé változott, ez háttérbe szorította a németet meg a franciát, és igazából, amikor volt ez a brit kilépés, akkor hát röhögött rajta mindenki, akkor mi csak éppen, hogy meg volt az eredménye a népszava, ez csütörtökön volt a népszava, és pénteken az Európai Parlament éttermében az étterem vezető úgy határozott, hogy na jó, akkor ő leszedi az angol elnevezéseket, és pénteken már akkor csak németül meg franciául volt kiírva minden, persze egy csomó embernek okozott fejtörést, hogy akkor az most micsoda, de ténylegesen ezt akarom még itt hozzátenni, hogy kulturális értelemben az miért lesz egy borzasztó zavaró dolog Európában, hogyha mindenki elkezd francia szöveggel találkozni, és akkor az olyan idegen ez az egész dolog. Tehát ugye vigyázó szemeteket Párizsra vessétek, ez úgy benne van a magyar irodalomban, meg a politikában is bizonyos értelemben. Tehát a forradalmaink sok szempontból kötöttek a francia eseményekhez, hogy kulturálisan miért nem tudtunk közeledni tulajdonképpen a franciákhoz. És ez nem Trianonnal magyaráznám, hanem valami mással. Talán a mondavilágunk nagyon távoli. Bocsánat, a frankok ugyanúgy germánok voltak. Jó kérdés, de ha már visszamegyünk, akkor lehet, hogy itt a Habsburg Birodalom jellegében lesz a megoldás, tehát hogy azért mi mégiscsak egy ilyen német nyelvű birodalom része voltunk, ennek a németes Közép-Európának a része. Aztán lehet, hogy a francia nyelvnek ilyen kettős híre van, mert egyik oldalról ugye mindenki tudja, hogy egy nagyon szép nyelv, másik oldalról mindenki tudni véli, hogy egy nagyon nehéz nyelv. Tehát mindenki úgy gondolja, hogy azért annak neki kell állni, annak van egy ára, hogy az ember beszéljen franciául. Nyilván harmadik nyelv a sorban olyan szempontból, hogy az angol az mindenki számára egy ilyen globális, szinte egy ilyen latinszerű munkanyelv. Utána ott van a német, aminek megvan a maga hasznossága a magyar gazdaságban. Tudjuk, hát akár csak a balatoni vendéglátásra gondolva azért jól el lehet lenni a némettel. És akkor utána jön a francia, és ott azért kevésbé evidens. Tehát még egyszer, a francia gazdasági jelenlét Magyarországon visszafogottabb, mint a német, és ebből nagyon sok minden következik. Az, hogy ez kulturális közelség kérdése-e, hát biztos van egy fizikai távolság. Tehát azért Bécsbe eljutni mind kulturálisan, mind fizikailag sokkal könnyebb, mint Párizsba. Tehát azért mégiscsak az egy 2 órás repülőút, Bécsbe meg körülbelül 2,5 órás autóút, vagy vonat. Igen, vagy vonat. Szóval hogy hát a fizikai távolság mindenképpen nagyobb. Úgyhogy itt is csak találgatok, itt is eszembe jut egyébként Trianon. Tehát, tehát a köznapi gondolkodásban azért ezzel én találkozom, tehát nem véletlen az, hogy... Tehát van ebben egy elutasítás is azt mondod, tehát nem csak az, hogy kisodródott a magyar figyelemből, hanem... Azt mondanám, hogy bizonyos választói csoportok, bizonyos politikai tradíciók, mondjuk úgy, hogy fogékonyabbak erre a narratívára, nem mondanám, hogy mind meg mindenki meg senki, de létező narratíva, így mondanám. Neked egyébként hanyadik idegen nyelved volt a francia, második, és gondolom angolra kezdted, nem? Igen. És melyiket szereted jobban, és aztán tényleg már a privát részeket azt...
Mivel mind a kettőt munkanyelv szinten használom, ezért nem szívesen választok a kettő közül. Éppen tegnap volt egy olyan egyetemi élményem, hogy egy angol nyelvű kurzus volt, de bejött 4 francia, és hát láttam, hogy nehéz volt a helyzet az angollal, és akkor mondtam, váltsunk franciára, váltsunk. És akkor bejött még egy hallgató, tudtam, hogy ő viszont nem beszél franciául, és akkor hát szegény franciák nagyon szomorúan néztek, hogy most akkor átváltunk angolra, tehát hogy nekem tényleg ilyen szinten kell a nyelveim között váltogatni, ezt meg kellett tanulnom, úgyhogy én nagyon figyelek rá, hogy mindkét nyelvet próbáljam ugyanolyan szinten tartani, olvasni. Tudom, hogy ez egy ilyen rettenetes középosztályi probléma, de erre nekem kifejezetten figyelnem kell, hogy abszolút szinten tartsam mind a kettőt, és nyilván a franciához van egy speciális érzelmi kötődésem, hiszen francia szakot végeztem, hiszen mégiscsak Franciaországgal foglalkozom, de én nagyon szeretem az angolnak a tömörségét, tehát én az angolt egy ilyen nagyon olyan gazdaságos nyelvnek tartom, ami bizonyos szempontból ezt az angol száz kultúrát is kifejezi, és ezt is nagyon közel érzem magaméhoz. Nagyon jó. No, elnézést azért a hosszas és ilyen viszonylag laza felvezetésért, de ugye ami a francia politikát, és hát ennek nyilván nagy hatása lesz az európai politikára is, ugye most éppen egy ilyen két fontos esemény, két választás között vagyunk. Egyfelől ugye megvolt április közepén az elnökválasztás, és júniusban lesz a parlamenti választás. Én most nem gondolnám azt, hogy vegyük végig, hogy miért van így az alkotmányossági berendezkedés, de hogy rögtön kérdezzek valamit, ami a baloldal szempontjából, vagy egy baloldali politikus szempontjából igazi kérdés, hogy én az igazi aktort a mostani elnökválasztásnál, Mélenchon urat láttam, ugye a Engedetlen Franciaország nevű baloldali párt konglomerátumnak a vezetője. Én őt láttam igazi aktornak, az összes többi az csak ilyen mellékszereplő volt, most Macron elnököt is ideértve, bár lehet, hogy ez így túlzás. De ugye azért arról is szó van, hogy a legerősebb párt, és ez könnyen lehet egyébként az Engedetlen Franciaországnak a jelöltjét vagy vezetőit szokták megbízni a kormányfői teendőkkel, miközben azért az elnöknek nyilván nagyon komoly hatáskörei vannak, de tulajdonképpen te látsz ilyen tendenciát, hogy egyféle társbérlet alakul ki, hogy van egy erősen centrista vagy inkább liberális elnök, és egy markánsan baloldali miniszterelnök, vagy legalábbis a párt emberek közül az egyik legmarkánsabb, legerősebb figura. Ez valójában két kérdés. Igen. Mert az egyik kérdés az, hogy hogyan alakul a pártrendszer, és milyen lesz a szerepe a Mélenchon-féle, én lázadó Franciaországnak hívom, tehát milyen lesz az ő szerepük a következőben. A másik kérdés pedig, hogy június 12-én és 19-én van-e arra esély, hogy társbérlet alakuljon ki. És akkor kezdem az elsővel. Én jelen pillanatban egy hárompólusú rendszert látok. Egy ilyen centrális erőtérhez hasonló helyzetet, aminek a közepén áll Macron valóban centrista, liberális, kicsit jobbra hajló politikájával. Szerintem egyébként kicsit majd korrigálnia kell most balra, majd talán mindjárt megbeszéljük, hogy miért. Van az egyik oldalon a Mélenchon-féle lázadó Franciaország, a másik oldalon pedig Marine Le Pen, és csatolt részei, de hát tudjuk, hogy ott nincs szövetség Éric Zemmourral, de most egyszerűsítem, az mindenképpen egy blokk. Tehát itt kialakult egy ilyen centrális erőtér-szerű valami, ahol fölmerül az a kérdés, hogy Macron egy olyan helyzetet akar teremteni, ahol egyformán próbál meg távolságot tartani mindkét pártól. Ugye ők egymással nem tudnak összefogni, azért centrális erőtér. A szavazók sem szívesen, tehát 16-20% körül van azoknak a korábbi Mélenchon szavazóknak az aránya, akik az elnökválasztás második fordulójában Le Pent választották. Sokkal többen maradtak otthon, vagy szavaztak át Macronra. Ez is hozzátartozik. Tehát ez az egyik, az egyenlő távolságtartás. Ebben az esetben ugye Macronnak valami olyan narratívát kellene fölépítenie, most az ő szempontjából nézve, hogy hát akkor nekem van két radikális ellenzékem, én meg középen állok, én velük az egyetlen mérséket, csak én tudok kormányozni, szavazatok rám. A másik az egy ilyen aszimmetrikusabb centrális erőtér, ahol Emmanuel Macron megpróbál balra húzódni egy picit. Ennek is vannak nyomai, meg a másiknak is. Amikor
picit megpróbálja megszólítani a balosabb szavazókat, tehát mérsékelt baloldali szavazókat, akik egyébként Európa pártiak. Tehát itt ez a nagy törésvonal a francia baloldalon belül, meg a laikus államhoz való viszony. Megszólítani azokat, akik a laikus államot konzervatív módon nézik, meg akik európérek, de picit szociális értelemben is dőlni feléjük, és kinevezni Marine Le Pent és a nemzeti tömörülést fő ellenfélnek. Uh-huh. Ugye eddig ezt csinálta, ebben az a logika, hogy van egy ilyen globális-lokális törésvonal Franciaországban. Mind Marine Le Pen, mind Mélenchon a törésvonal lokális oldalán van. Tehát ugye Mélenchon is egy szuverenista politikus, de nem 100%-ig, tehát például a bevándorlás kérdésében nem szuverenista, vannak internacionalista felhangok a programjában, tehát nem 100%-ig hoz mindent, amit a szuverenizmusról általában gondolni szoktunk, míg Marine Le Pen egy klasszikus jobboldali szuverenista politikát képvisel. És ugye Macronnak a Marine Le Pen olyan szempontból egy ideális ellenfél, hogy nagyjából mindenben ellentetje annak, amit ő képvisel. Ugye Marine Le Pen gazdaságilag inkább etatista, inkább balos, szociálisan érzékeny, a globalizáció elégedetlenjeit képviseli, bevándorlás ellenes. És ezt nagyon jól ki lehet feszíteni egy ilyen politikai térben. Ugye ennek van egy következménye, hogy ezáltal nyilván meg is emelődik ez a politikai opció. Tehát Macronnak tulajdonképpen azt kell majd eldöntenie, hogy milyen pártrendszert képzel el, egy olyat, amiben két ellenzéke van, két oldali, vagy egy olyat, amiben ugyan van egy baloldali ellenzéke, de a fő ellenfél a jobboldali ellenzék. Ugye ez stratégiai döntés is, mert ha az ember megemel egy ellenfelet, akkor azzal azt is elfogadja, hogy az az ellenfél, vagy egy hozzá hasonló, aki majd utána jön, hiszen Marine Le Pen azt állítja, hogy lehet, hogy ez volt az utolsó elnök választása, én ebbe szkeptikus vagyok. Szóval, hogy ez az ellenfél előbb-utóbb elnök lehet, előbb-utóbb megnyerheti a választást. Tehát ez a nagy stratégiai kérdés, ami most az elnök választás eredménye alapján látszik. Ami meg a választást illeti. Várjám, egy pillanat, bocsánat, mielőtt a másik részére átmegyünk, kérdeznek. Ugye most itt mindenki azt mondja, hogy még ilyen nem volt, szóval tényszerű, hogy a Marine Le Pen stábjában volt, aki kifejezetten győzelemről beszélt, mert hogy élete legjobb eredményét érte el. Én mindenki győzelemről beszélt 20% fölött azért. Persze, ez kétségtelen, de azért olyan, mondjam így, hogy nyögvenyelős ez a... Tehát én nem látom a dinamikát a további növekedés felé. Te látod? Nem, mert most nincs. Aha. Tehát a Mélenchon meg Le Pen két nagyon különböző helyzetben van. Tehát a Mélenchon ugye az utolsó pillanatban annyira erőteljesen nőtt, hogy ő tényleg úgy tűnt a számolás során egy pár óráig, hogy lehet, hogy be fogja érni Le Pent. Mert hogy az ő szavazói többnyire a nagyvárosokban élnek. Így. Párizsi agglomeráció és a tényleg sok százezres városok. Meg hát a fiatalok. Igen. És azt ugye tudjuk, hogy a számolás az mindig a nagyvárosokban a leglassabb, tehát onnan jönnek legutoljára az adatok. Ebből következően ugye folyamatosan nőtt az ő támogatottság, és egy pillanatra elhitték, hogy bekerült a második fordulóba. Uh-huh. Nyilván csalódás volt, hogy nem, de az utolsó mérések azok inkább egy platózást mutattak Jean-Luc Mélenchonnak, és semmiképpen, vagy kis eséllyel ilyen erőteljes, ilyen 20% fölötti eredmény. Tehát ő tényleg őszintén kiállhatott, és mondhatta azt a híveinek, hogy na kérem, akkor ez egy kvázi győzelem, és menjünk előre a nemzetgyűlési választásig. És hát ugye van itt még egy dolog, ami szerintem személyesen is fontos Mélenchonnak, hogy ő 2008-ban elhagyta a szocialista pártot. Ugye ő egy szocialista politikus volt évtizedeken keresztül, a legfiatalabb szenátor, ismerem ezt az érzést, miniszter, majd ott hagyta a pártját, ideológiai és mindenféle egyéb összecsapások miatt, és tulajdonképpen sikerült az egykori pártját nagyon-nagyon-nagyon megverni. Tehát majdnem 20%-ot várt a szocialista párt, vert a szocialista pártra. Hát Anne Hidalgo 1,75-tel végzett, Jean-Luc Mélenchon pedig 21,95. Tehát ez egy, biztos, hogy ez pszichológiailag is egy nagyon erőteljes, ha tetszik, hát bosszúnak nem mondanám, de kielégítő eredmény Mélenchon számára, és ő nagyon lendületből kampányolt tovább, ő hát régi motoros azért a francia politikában, tehát ő tudja, hogy az ilyen típusú elnökválasztások után, ha a vesztesek elkedvetlenednek, akkor nagyon sok mandátumot lehet veszíteni.
Tehát neki mobilizálnia kellett. Ugye Le Pennél más volt a helyzet, ugye ő is egy kvázi győzelmi beszédet mondott, valóban soha ilyen jó eredményt nem ért el, de azért az is benne volt, hogy itt bőven voltak mérések, amelyek azt mutatták, hogy ő 45% fölött végezhet. Volt egy-kettő olyan, ami akár 48-49-et is mutatott, tehát potenciájában sokkal több volt a Le Pen kampányban. Az, hogy ő ezt nem tudta kihasználni, én szerintem az utolsó két hétben addig nagyon jó kampányt csinált, és az utolsó két hétben, tehát a második forduló előtt meg nem. Tehát neki, ha tetszik, megint bizonyos szempontból meg kell mellett harcolnia a pozíciójáért. Megint evidenssé kell tennie, ha akarja, hogy ő újra elindul. El kell hitetnie, hogy erre ő még rá tud tenni. Tehát valóban itt most nincs dinamika. Én is azt gondolom, hogy a baloldal sokkal inkább lendületben van, bár hát nyilván ezek a koalíciós tárgyalások, amik most zajlanak, és mire fölvesszük ezt az adást, úgy tűnik, hogy mindenkivel sikerült megállapodni, ami egy nagyon érdekes történet. Nem tudom, hogy ez a vége a történetnek, mert a szocialista párt a szakadás szélén van pontosan emiatt a megállapodás miatt. Tehát lehet, hogy itt még lesz folytatás, de az biztos, hogy a Mélenchon április 24-e óta maga ledarálta az egész francia baloldalt, kommunistáktól a szocialistákig. És ez egy nagyon jelentős politikai teljesítmény, tehát itt viszont van dinamika. Azt hiszem, hogy ennyit biztosan elmondhatunk. Az, hogy mekkora ez a dinamika, azt ugye nagyon nehéz mérni, mert a francia választási rendszer 577 egyéni kerületből áll. Tehát tudunk következtetéseket levonni, én is láttam már mandátumbecslést, ugye abból szoktak kiindulni, hogy általában az elnökválasztás megnyerő elnök van nyerő helyzetben, ugye Macron még el se kezdett kormányozni, tehát ilyen értelemben még semmi nem történt. Hát azért bejelengedte ezt a nyugdíj korát. Az még a kampányban volt. Oké. Okay. Az még a kampányban volt. Nyilván most a baloldal a 60 éves nyugdíjkorhatárral fog kampányolni, ez biztos. Szóval a lényeg az, hogy nagyon nehéz becsülni ennek a dinamikának a mértékét, de az biztos, hogy a baloldal mondjuk úgy, hogy lelkesebben jött ki ebből a történetből. Ugye Marine Le Pennek más feladata is vannak, tehát ugye Mélenchon be tudott darálni mindenkit, csúnyán fogalmazva. Le Pennek meg ugye ott van Zemmour, akivel foglalkoznia kell, tehát ugye ő szeretné Zemmour szavazóit, lehetőleg Zemmour nélkül. Nagyjából ez a stratégia lényege. És ott vannak a republikánok. De ez megkapta most szerintem az összes zemmourista a szavazó. Második fordulóban. Úgy gondolom. Nagyrészt megkapta, ez igaz. Ugyanakkor van itt ez a kis probléma, hogy mégiscsak ott van egy olyan szavazói tömb, már most Le Pen szempontjából probléma, hogy van ott egy szavazói tömb, aki hit Éric Zemmourban, ott van egy párt, tehát ott létrejött egy struktúra, és ugye ez egy olyan politikai közösség, akiket mondjuk korábban ilyen falon kívüli jobboldalnak hívtak, tehát egy szervezetlen jobboldali tömb, akiknek Zemmour arcot, szervezetet, létezést tudott adni. Ezek olyan választók, akiknek Marine Le Pen már túl mérsékelt, akiknek Marine Le Pen gazdaságilag túl balos, tehát ugye ne felejtsük el, hogy a francia radikális jobboldalnak van egy kőkemény liberális gazdaságpolitikai szárnya, akik ugye a kisvállalkozók, kiskézművesek és a többi mellett állnak, és az állami beavatkozás és az adózás ellenfelei. Tehát, bocsánat, én nekem ez csak lehet, hogy impresszió, de egy kicsit azt látom, hogy mintha hasonló folyamatot látnánk Magyarországon is, hogy a Jobbik elindult valami számukra szerintem testidegen közép felé, és a Marine Le Pen is abban bízott a választási kampány elején legalábbis, hogyha ő húzódik középre, ugye persze ott van középen Macron, tehát akkor nem nagyon tudja a különbséget megmutatni, de tehát ez a valaha volt markáns vagy szélső jobboldalnak a középre vágyódása okozhatta magát az Zemmour jelenséget, hogy még inkább szélen próbált megjeleníteni valamit, nem? Ez igaz, csak azt felejtjük el, hogy 2002-ben, amikor Jean-Marie Le Pen bejutott a második fordulóba, neki 18% volt ott a plafonja. Most 42. Igen. Tehát, hogy ez egy sikeres stratégia, és ez nem kampánystratégia. Aha. Ez egy 17 éve tartó építkezés, már 2005-ben, én emlékszem, még egyetemista voltam, arról írtam dolgozatot, hogy van ez a Marine Le Pen féle ördögűzési stratégia, amit a
az akkori Nemzeti Front követ, és a Jean-Marie Le Pen ezzel elégedetlen, mert hogy úgy gondolja, hogy a frontnak keménynek kell lennie, hogy átjusson a média falain. És onnantól kezdve, hogy Marine Le Pen átvette a pártot, folyamatosan javultak az eredményei. Tehát kvázi az élet meg a választók visszaigazolták ezt a stratégiát. Az egy más kérdés, és ez igaz, hogy mint minden stratégiának, ennek voltak nem szándékolt következményei, tehát hogy jobbra Marine Le Pentől megjelent valaki, aki azt ott megszervezte. Az se biztos, hogy ez teljes egészében negatív Marine Le Pennek, mert ugye lehet mutogatni, hogy ő az új centrális erőt. Ugye van tőlem jobbra valaki, tehát azért voltak ilyen idézetek Marine Le Pentől, hogy hát igazából jó nekem ez az emúr, mert hát igazából szerethetővé tesz. És ez viszont tényleg létezik, tehát az, hogy ki mennyire jobboldali, baloldali, az nagyon függ attól, hogy mi van tőle jobbra, meg balra, meg hogy egyáltalán hogy néz ki körülötte a tér. Tehát az, ha mond egy Marine Le Pen féle politikus valamit, az nem biztos, hogy ugyanúgy fog hangozni mondjuk egy Macron féle politikus szájából, vagy hogy ugyanúgy veszik. És ilyen értelemben az Zemmour megváltoztatta a Le Pen körülött, a körülötte lévő teret. Ennek még egyszer mondom, voltak hátrányai, de vannak előnyei. De hogy jól vettem ki a szavaiból, akkor igazából Macron nem feltétlenül lelkesedik azért, hogy Mélenchon legyen a miniszterelnök, miközben hát így vagy úgy, de ő fogja megnevezni a miniszterelnököt. Természetesen, hát Emmanuel Macronnak nem érdeke az együttlakás. Ugye ezt együttlakásnak hívják a francia rendszerben. Cohabitation. Erre háromszor volt példa egyébként a francia történelemben. Ugye azért is rakták ezt a két választást ennyire közel egymáshoz, azért van csak 5-6 hét a kettő között, hogy ne legyen cohabitation. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a vesztesek, tehát akik az elnökválasztást elvesztik, mindig cohabitation mellett kampányolnak. Ők mindig azt kérik, hogy adjanak a franciák nekik többséget. Ami miatt én most... Mélenchon az vesztes? Hát ugye abból a szempontból, hogy elvesztette az elnökválasztást, a saját szempontjából nem. Tehát ugye el lehet veszíteni úgy egy választást, hogy közben az ember nagyon fontos stratégiai célokat elér. Ebből a szempontból gyakorlatilag átstruktúrálódott a francia baloldal. Tehát hogy gondoljunk bele abba, hogy 2012-ben a szocialista párt még elnököt adott Franciaországnak. A baloldal vezető pártja volt, karöltve a jobboldal vezető pártjával, az akkori UMP-vel, hát ők voltak a hagyományos kormányzó pártok, ugye ez is volt a megnevezésük. És ehhez képest eltelt 10 év, sehol a szocialista párt, sehol François Hollande, bár igyekszik visszatérni, ezt azért meg kell jegyezni, sehol az UMP, Nicolas Sarkozy megpróbált visszatérni, nem sikerült. Teljesen átrendeződött az egész pártrendszer. Ugye eleve megjelent a centrumban egy új jelenség, ami nem tudjuk, hogy milyen tartós. Tehát nem csak úgy lehet valaki nyertes vagy vesztes, hogy a nagyon szűken vett választási eredmény szempontjából vizsgálom. Én ezért nem vagyok egyébként benne biztos, hogy Mélenchon vissza fog vonulni. Ugye mondja, hogy neki ez az utolsó elnökválasztási kampánya. 70 éves talán? 70 éves, igen. Én bevallom őszintén, hogy lehet, hogy vesztes, de egy ilyen sikeres kampány után az ember nem feltétlenül... Meg nem látunk mögötte senkit, úgy értem, hogy ilyen erősen építkező... Így van, és politikus, vagy te látsz? Nem. És ez egy nagy... vannak arcok, tehát ő azért fölépített arcokat, tehát nem arról van szó, hogy ez egy one-man show. De arról szó van, hogy most nem tudnám rögtön elképzelni, hogy ki az, aki utána jöhet. Mint ahogy mondjuk De Gaulle után Pompidou-t azért úgy lehetett sejteni, vagy... Tehát ilyen típusú örökös nincs. És azért ez egy törékeny koalíció. Tehát azt látjuk, hogy nagyon komoly viták vannak a francia baloldalon belül, nagyon törékeny a zöldekkel, a szocialistákkal, kommunistákkal az együttműködés, nagyon alapvető kérdésekben. Tehát tényleg, miért mondják a Mélenchonra, hogy szélső jobboldali? Nem mindenki, minden nyugatabban... Szélső jobboldali? Vagy a szélső baloldali, elnézést. Minél nyugatabbra megyünk, annál inkább leftistnek emlegetik. Uh-huh. Itt Magyarországon meg a magyar sajtó szinte állandóan leszélső balosozza. Uh-huh. Ugye az, hogy szélső jobb, szélső bal, az egy viszonypozíció. Hát igen, középhez képest. Tehát én azért hívom radikális baloldalinak, mert azért neki is van egy baloldali szárnya, ugye a kommunisták, a Franciaországban van egy ilyen nagyon virágzó kommunista, trockista és egyéb kis pártok, nyíltan antikapitalista pártok tömege, tehát
nyilván rendszerkritikus, nyilván globalizáció ellenes, bizonyos szempontból Európa ellenes Mélenchon. Látszik, hogy a transatlanti rendszert a jelenlegi formában nem támogatja. De mondjuk nem az a fő üzenet. Nyilván bizonyos típusú szociális ellátásokban nagyon erősen balos, tudom én, most lehet olvasni róla, hogy azért itt lesz mindenféle államosítási terv a programban, de hát mondjuk, ha jól emlékszem, ilyen a Munkáspártnak is volt a programjában. Tehát még az is igaz, hogy marxista alapokon nyugszik. Tehát éppen a napokban hallgattam vele egy beszélgetést, és tényleg erőteljesen Marxig ment vissza. Ugye nyugaton kicsit máshogy viszonyulnak Marxhoz, mint itt Közép-Kelet-Európában, ez is nagyon fontos. Tehát az biztos, hogy a baloldalnak egy radikálisabb megjelenése, és különösen a 90-es, 2000-es évek baloldalához képest ez egy radikálisabb baloldaliság. De nem vagyok ideológia történész, de hát az mondjuk biztos, hogy a Blairi harmadik úthoz képest egy egészen más típusú baloldaliságról van szó. Úgyhogy hát nyilván benne lehet az, hogy a jelenlegi szociáldemokrata pártokhoz, mondjuk az európai szocialistákhoz képest hol van, illetve benne lehet ez a viszonytörténet. Tehát azért 2017-ben mégiscsak a kommunistákkal indult, mégiscsak azért lépett ki a szocialista pártból, mert nem tartotta elég baloldalinak. Ha hosszabban beszél, akkor mégiscsak olyan baloldali hagyományokra hivatkozik, amelyek a radikalizmus hát körében teszik elhelyezhetővé, miközben egyébként lehet amellett érvelni, hogy a francia baloldal, meg a francia szocialisták egyébként is nagyon későn érkeztek meg ebbe a liberalizálódó baloldali hagyományba, tehát én még emlékszem rá, hogy már javában zajlott a clintonizmus, blairizmus, amikor még Lionel Jospinék voltak, akik azért nem számítottak igazán harmadik utasnak. De nem ám, sőt. Tehát azért azt is tegyük hozzá, hogy itt amikor például Mélenchon arról beszél, hogy neki mi nem tetszik az egykori szocialista pártban, akkor Hollande az egy kedvenc céltábla számára. Ugye François Hollande, aki magát egy ilyen, hát nem is szociálliberálisként, hanem inkább szociáldemokrataként határozza meg, de valószínűleg ezt a kettőt nagyjából a francia viszonylatban ugyanúgy kezelik. Szóval ez bizonyos szempontból lehet visszatérésnek is gondolni, ahhoz a keményebben balos francia hagyományhoz, ami jellemző volt, hát akár még Mitterrand idejében, gondoljuk bele, 81-ben micsoda programmal jelentkezett François Mitterrand. Igaz, hogy az 83-ig tartott, és utána volt egy fordulat, fejre is olvasom. Hát Mitterrand is nagyon építkezett egy időben, legalábbis az elején valahol volt eurokommunistáknak a... Pont ezt akartam mondani, mi volt a nagy probléma? Hát ugye a 80-as évek elején a nagy aggodalom az volt, hogy kommunista minisztereket vett be a kormányba. Tehát nagy aggodalom volt ebből. Szóval azért Franciaország ilyen szempontból egy nagyon speciális helyzet, én azt gondolom. És hát közben nyilván az európai baloldal is egy más irányba ment el, tehát máshogy kezdtek gondolkodni arról, hogy hogyan kéne a globalizációhoz viszonyulni. Mélenchon biztos, hogy nem abba a hagyományba tartozik, amelyik azt mondja, hogy meg lehet nyerni a globalizációt, csak szociálisan okosabban kell elosztani, vagy többet kell az oktatásra költeni, hanem ő azért alapvetően globalizációkritikus. A programja. Egyébként annyi párhuzamot hadd mondjak, hogy egyrészt ugye persze az már régebben történt, de hát én jó magam is ott hagytam egy szocialista pártot, és ilyen értelemben ismerem ezt az érzést, hogy mit jelent egy szocialista pártból kilépni, vagy hát ahogy sokan mondogatják, szociáldemokrata, bár nekem is, én 2009-ben fogalmaztam meg legelőször azt, hogy a Magyar Szocialista Párt az bizony nem egy baloldali párt. És ugye hát arra kéne. A bajnai korszak. Végül is igen, de nem a bajnai miatt, bár akár az is lehetett volna még egy ilyen kiváltó, nem a Balra Magyar nevű dolgozatomban pedzegettem ezt a gondolatkört. Aztán utána én mindegy, most nem is az a fontos, hogy én hogyan gondolkodtam, csak az, hogy én egyre inkább látok valamiféle közösséget a magyar baloldal sorsa és a francia baloldal sorsa között. Egyrészt azért, mert a francia baloldal
az mindig markánsabb volt, mint amit, ahogy te is mondtad, ezek a szociáldemokrata mozgalma kiváltkép a blairizmus. Hát én részese voltam a Policy Networknek, ami egyik tanácsadó brigádja volt a Blairnek, és nevetni fogsz, de ketten voltunk ott állandóan kipécézve, hogy szélső valósak vagyunk, miközben úgy nem, és a franciák pont azért koptak ki a Blair mellől, mert... Liberálisnak tartottak. Bizonyám, és... Visszakérdezhetek? Mert neked Mélenchon képviselőtársad volt. Nem. Én megnéztem pont, mert ő... 2017-ig volt. Valahogy ezt nem találtam meg. Így igen akkor, tehát 14-től 17-ig, azt, hogy az egyben. Én is néztem ezt, mert én annyit láttam, hogy megőrizte a mandátumát 14-ben. Tehát akkor kellett, hogy legyen. Viszont az összes többi referenciával, én megnéztem még az Európai Parlamentnek is a oldalát, és ott csak 14-ig van jegyezve. Ezt nem értem egy hogy hogyan van, ezt még utána ez kell nézni. Nem lehet, hogy valakinek rögtön átadta a mandátumot, vagy valami ilyesmi? Én úgy tudom, hogy 17-ben mondott le, amikor nemzetgyűlési képviselő. Igen? Lett. Hát akkor lehet, hogy ezt nem találtam el. Mondják, hogy a Google a legjobb barátod, meg az internet, de én ezt a vonatkozást kifejezem. Akkor fizikailag Strasbourgban ezek szerint nem volt meg Mélenchon. Biztos, tehát nézd ide. Több mint 700 fő. Az... Igen, szóval tehát nekem ez nem volt meg, mi több. Nekem érdekes módon nem volt akkor a franciágon kitekintésem a baloldal, tehát a GUE felé, mert a franciák nagyon markánsan balosak voltak a Szocdem frakción belül, ahol én voltam. Én azt hittem, hogy oké, velük volt egyébként a legjobb kapcsolatom, ez még egy fura történet, tehát egyikkel szorosabb volt, mint a másikkal. Én magam lepődtem meg, hogy bűnös életben nem orientálotta ugye a franciák felé, csak tényleg tökös balosak voltak. Egyébként ez egy fontos dolog, hogy ugyan François Hollande az első két évében egy nagyon kemény balos politikát próbált megvalósítani, ugye ez az Hollande korszak. Igen. És ő is fordulatra kényszerült, de utána neki egy nagyon komoly belső ellenzéke volt a szocialista párton belül, akik nagyon hatékonyan tudták bénítani a kormányzást. És tulajdonképpen Hollandnak minden alkotmányos eszközt használnia kellett, hogy át tudja verni, amit át akart verni. Tehát neki nagyon komoly megosztottsággal kellett már akkor szembenéznie. Tehát ez a gazdasági és európai kérdésekben jelenlévő törésvonal, ez a szocialista párton belül akkor már nagyon világos volt. Akkor ezek szerint a balosabbak kerültek ki az Európai Parlamentbe. Ugye igen. Az egy logikus lépés szokott lenni a pártvezetésektől, hogy a radikálisabbakat kipakolják Európába. Igen. De hát ezen felül még ugye, hogyha most itt a szellemi rokonságot kell nézni, én személy szerint soha nem távolodtam el, vagy nem utasítottam vissza a marxizmusnak a vágyát, amikor kérdezték, hogy én a magam részéről marxista politikusnak tartom magamat. Én ebben mindig egy kicsit ilyen nyúlós, óvatos voltam, különböző ilyen PC okoknál fogva, de azért mindig kinyögtem, hogy hát alapból gazdasági értelemben én full marxista vagyok, tehát a gazdaságpolitikai nézetek vonatkozásában, hát már pedig Marx az döntően erről szól, tehát azért ne tévedjünk meg, nem a szép irodalomról. Tehát ez is ad egyféle rokonságot, meg az, hogy például ugye az én pártom, az ISZOM, az a munkáspártban volt, vagy van még most is választási szövetségben, ugye az időközi önkormányzati választásokra tekintettel. És engem nagyon meglepett az, hogy a programegyeztetés, mielőtt a szövetséget megkötöttük volna, olyan sima volt, hogy nem akarok hazudni, de szerintem egy óra alatt végigmentünk a dolgon, pontosan a marxista alapállásokból fakadóan. Én ma Magyarországon én ismerek különböző ilyen-olyan köröket, meg Facebook csoportokat, de valójában pártszerűen működő egységet én nem látok, akik a dirib darabban lévő baloldalt össze lehetne fogni, miközben ez nálunk egyféle cél, de és ezt is szerettem volna tőled kérdezni, hogy de mennyire látod ezt egy elfogadható iránynak ma Magyarországon, hogy a mondjuk így a radikális baloldalt képviselő gondolkodók kezdenek éledezni, és hogy valódi politikai tényezővé akarunk válni. Jó kérdés. Nyilván a magyar
politikai tér máshogy néz ki, mint a francia. Tehát Oké, csak vigyázzunk személyteket, Párizsra mesélnek, és akkor vetettük. Csak én mindig azt szoktam mesélni, hogy például azért Magyarországon én nagyon nehezen tudok elképzelni például olyan beszélgetéseket, amikor ülök Párizsban egy egykori 56-os magyar menekültel, egy lengyel menekültel, ott vagyok én, mint egyetemista, és tulajdonképpen 3 óra hosszáig arról beszélgetünk, hogy akkor a Marx a globalizáció elemzésében használható-e, és akkor ezzel eltelik egy vasárnap délután. Tehát ilyen értelemben a francia politika biztos, hogy sokkal intellektuálisabb, biztos, hogy sokkal elfogadhatóbb Marxot, nem mint történelmi személyiséget, vagy mint történelmi problémát kezelni, hanem mint egy elemzési keretet, ha tetszik. A baloldali radikalizmus sokkal elfogadhatóbb Franciaországban. Tehát, hogy fogalmazzak, azért nem ugyan úgy tekintenek valakire, ha kommunista, vagy hogyha a nemzeti tömörülésnek, vagy az egykori nemzeti frontnak a tagja. Tehát ez egy egészen más politikai kultúra. Ugye emlékszünk rá, hogy a francia radikális baloldaliság az mennyire virágzott a 20. században, de az irodalomban is, a filozófiában, mindenhol. Ugye az egész, ha belegondolunk, a kritikai társadalom elmélet, mint olyan, az hát 1000 szállal a francia gyökerű. Ugye Magyarországon egy nagyon speciális történelmi helyzet van. A radikális baloldaliság úgy szellemi, mint politikai szinten egy nagyon komoly történelmi hagyatékkal van megáldva, ami egyik oldalról lehet szimpatikus a választóknak, tehát például érteni vélem, hogy miért Kádár tervről beszéltek, hiszen nagyon sokan úgy emlékeznek vissza, hogy az egy biztonságot adó időszak volt, de másik oldalról nagyon sok választóban pedig nyilván ellenállás szül, értékalapon, nemzeti alapon, és így tovább, és így tovább. Tehát ez egy olyan speciális történelmi helyzet, ami szerintem Magyarországon sokan rögösebbé teszi, ha tetszik, a radikális baloldal útját. Az, hogy ez mennyire elméletileg megalapozott, és hogy mennyire az elméleti emberek csinálják a politikát, én bevallom, ebbe szkeptikus vagyok. Azt is megmondom, hogy miért, mert a politika egy szakma. Tehát a politikának vannak trükkjei, hogy kell megjelenni, hogy kell beszélni, hogy kell lehetőleg röviden, szlogenszerűen, találóan, célcsoportra vetítve elmondani valamit, hogy kell szervezetet építeni. Mondjuk annak van egy baloldali hagyománya, hogy kell közösséget építeni, annak is van egy baloldali hagyománya. Bizonyos esetekben működhet, tehát azért most is látunk olyan radikális baloldaliakat, akik bekerültek a parlamentbe, és képesek voltak közösséget építeni, de én azt hiszem, hogy ez egy sokkal nehezebb terep, mint Franciaország, ahol viszont tényleg évtizedek, akár évszázadok óta, jó, mondjuk sok többes számba, de egy hosszú ideje nagyon virágzó radikális baloldali kultúra van. Volt munkásmozgalom, léteznek szakszervezetek. Szóval szerintem mondjuk úgy, hogy a lehetőség struktúra. Igen, én most nem is arra vágytam, hogy megbiztassál minket, hanem inkább arra, hogy választ adjál arra a kérdésre. Elemzőnek hívtál, nem trénernek. Így. Viszont azért csak egy érdekességképpen szeretném neked jelezni, hogy annak idején, amikor mi Kádár János tervként apostrofáltuk a mi választási programunkat, akkor azért ott voltak érvek, mert bármilyen most mindenféle konnotációt, meg 56 persze értünk, stb. De csak a szociális részét mondom. Kádár János vezette be, nem ő találtak, de vezette be a családi pótlékot. Ő vezette be a gyest, a gyedet. Szocpol néven, amit most ugye ez a csoknak neveznek. És mindenek a tetejébe az a mondat, hogy Magyarország a szociális kommunista blokk legvidámabb barakja, ezt azért kaptuk ezt a nevet, mert szuverenista volt. Akkor lehetőségeihez és még sok minden máshoz képest, tehát nem abszolút értelemben, de Kádár egy kemény szuverenista volt. És mi, amikor Kádár János tervről beszélünk, ebbe beleértendő a mi szuverenista elképzelésünk, hozzáteszem, ez a munkáspártnál is így van, tehát ők is, és majdnem azt mondom, hogy alig-alig van
hozzánk képest szuverenista politikai erő ma Magyarországon, és mi ezen az ágon is gondolkodunk ám, tehát ez, hogy a NATO-val való viszonyt európai szinten is azért egy kicsit módosítani kell, új európai biztonsági architektúrára van szükség, stb. Ezeket a kérdéseket, ezeket én most csak a baloldalról látom följönni, tehát én nyilván értem és tapasztaltuk, hogy milyen marha nehéz baloldali politikusnak lenni Magyarországon, de azért mi megpróbáljuk, és ezért keresem a francia tanulságokat is, hogy ez a, például te lennél mondjuk a francia baloldalnak egyik tanácsadója, tehát nem magyar egyetemi oktató, tudós ember, hanem egy igazi francia politológus kampánytanácsadó, stb. És én téged megkeresnélek Magyarországról, hogy te, mint Mélenchon, most csak mondom, Mélenchon környezetéhez tartozó valaki, nem akarom inszinuálni, hogy az lenne, tehát félreértés lehessék, csak próbaképpen izé. És még leülnénk egy étterembe, egy kávéra, vagy mit tudom én, egy gulyásra, vagy valamire, és akkor én megkérdezném, hogy mit üzennek a francia baloldaliak Magyarországra, azon kívül, hogy semmit, úgy mégis mit? Nagyon jó kérdés, most próbálom magam a szerepben és a pozícióban elhelyezni. Inkább azt mondanám, amit én elemzőként érdekesnek találok, vagy úgy gondolom, hogy itt az elmúlt évtizedben valami kis pezsgést okozott a baloldalon, ez pedig a csak részben ugyanabból a playbookból, ugyanabból a kottából játszó, hogy ez a Podemos és környéke. Tehát ugye, és azt is be kell vallanom, de nagyon szívesen átküldöm a linket, és meg is oszthatjuk akár a hallgatókkal, hogy ahogy készülgettem erre a beszélgetésre, végighallgattam egy nagyon hosszú beszélgetést Jean-Luc Mélenchon és Chantal Mouffe között. Aki nem tudom, hogy mennyire ismerte a magyar radikális baloldali körökben. Nem nagyon. Ő egy belga származású, hát politikatudós, politikai filozófus, aki tulajdonképpen a radikális baloldali populizmus teoretikusa. Tehát nem klasszikus marxista alapokon nyugszik, ő tulajdonképpen arról beszél, ír, hogy hogyan kell népet építeni, hogyan kell populista elvek mentén egy demokráciában baloldalt csinálni, szocializmust csinálni, és azok közé tartozik, akik azt gondolják, és szerintem ez a nagyon fontos gondolat, hogy a politika konfliktusos. Tehát, hogy valójában a politika nem tud nem konfliktusos lenni, mert hogy érdekek ütköznek, és persze lehet kompromisszumokat kötni, de valójában sokszor a politikai erő és érdekérvényesítési képesség dönt, és hát tulajdonképpen a gondolkodása erre fókuszál, hogy ezt hogyan lehet progresszív értékek mentén ezt megépíteni. És azt én érzékelem, hogy például az ő gondolkodása, neki volt egy szintén argentin politikatudós, politikaelmélettel foglalkozó élettársa, akivel sokat dolgoztak közösen, nagyon jelentős hatása volt például a Podemosra, de akár Mélenchonékra is. Tehát például szerintem ez egy nagyon érdekes irány, hogy tudni illik, itt van ez a tömegdemokrácia. Ami ráadásul súlyosbítva van Facebookkal, Twitterrel, buborékokkal, ha tetszik. Hozzáteszem, hogy offline ugyanilyen buborékokban élünk. Tehát azért azt ne gondoljuk, hogy a francia kommunista majd lerohan Figaro-t olvasni, vagy hogy a francia gólista majd elrohan Humanité-t olvasni. Nem fogja Humanité-t olvasni. Nem. Tehát, hogy offline is buborékokban élünk, csak nyilván az online buborék az jobban látszik. De abból, hogy ilyen szinten felgyorsult a politika, és ilyen szinten sok embert ér el, és tényleg mindenki mondhatja, és mindenki írhatja, és mindenki posztolhat, ez nyilván felerősíti a demokráciának a teljesen természetesen populista elemeit. Úgyhogy nekem, mint elemzőnek, ez az az irány, amit így fölírtam, hogy hoppát, akkor ezzel
nekem többet kéne foglalkoznom, és erről még többet kellene olvasnom. Egyrészt intellektuálisan érdekes, tehát a politika elméletben is egy fontos irány. Másrészt úgy látom, hogy nagyon konkrét gyakorlati következménye van ennek a típusú gondolkodásnak. Olvastam már könyvet a Pablo Iglesias, ha jól emlékszem, a Podemosnak az alapítója, Mufés Iglesias beszélgettek, utána láttam Mélenchonnal beszélgetni, tehát ez például biztos, hogy egy olyan irány, amire én így elemzőként fölkaptam a fejemet, hogy itt van egy olyan intellektuális munka a radikális baloldalon, amelyik nem feltétlenül a hagyományos szövegekből dolgozik, meg a hagyományos társadalom elemzésből dolgozik, hanem bizonyos szempontból már azzal a problémával is szembesül, hogy mégiscsak az a hagyományos munkásosztály már nem úgy néz ki, hogy a Franciaországban a munkásosztály jelentős része Le Pen szavazó, a másik része otthon marad. És hát ez azért fölvet bizonyos kérdéseket, hogy miért. Fölvet bizonyos kérdéseket, hogy például mi az, amit ennek a munkásosztálynak a radikális baloldal nem tud megadni. Tehát mi az? Szerintem a válasz az a bevándorlás, legalábbis Franciaországban azt gondolom, hogy a bevándorlás, de itt nem csak arra kell gondolni, hogy Tunézia, Algéria és Fekete-Afrika, hanem Kelet-Európa is. Szóval, ha én megnézem, hogy például az Európai Alkotmányos Szerződés tervezeténél milyen viták voltak, ugye ez 2005, Mélenchon egyébként nem támogatta, akkor mi volt a vita? Jön a lengyel vízvezetékszerelő, elveszi a munkánkat. Most mi a vita? Kiküldött munkavállalók. Ugye ehhez Macronnak is hozzá kellett nyúlnia, amikor elnök lett, és még mindig vita van róla. Ajaj, nem kicsit. És még mindig vita van róla. És tehát a Brexithez ez a legkeményebb tétel volt. Így van, tehát hogy szerintem azt nagyon fontos látni, ezt viszont Közép-Kelet-Európából nem szoktuk se látni, se kimondani, hogy amikor nyugat-európai meg brit bevándorlásról beszélünk, akkor nekik az részben kelet-európai bevándorlás. Nem részben, abszolút részben, teljesen személyesen éltem meg, hogy nekik elsősorban, tehát na, ugye arról szó, hogy amikor bevándorlásról beszélünk, akkor a brit hatóságok megmondják, hogy Pakisztánból, Indiából te bejöhetsz, te nem jöhetsz be. Ugyanezt nem tudják mondani Lengyelország, Románia és Magyarország vonatkozásában, hiszen neked elemi jogod oda menni. És nekik ez volt a bajuk, hogy nem mondhatják meg a lengyelnek, a magyarnak, meg a románnak, hogy már pedig öcsém, te ide ne gyere. És ez okozta náluk azt a frusztrációt, ami na jó, akkor inkább ott hagyjuk ezt az egész brigádot. Azt kell mondjam, hogy a legkonkrétabb oka a Brexitnek ez volt. Ez volt. De akkor ez, hogy mondjam, részben ez is Franciaországban nyilván rész probléma, mert ott van más típusú bevándorlási vita, és hát pontosan tudjuk, hogy a külvárosokban mi a helyzet, de hogy ez tuti, hogy ott van, tehát hogy az nem véletlen, hogy ez egy ilyen mitológikus valamivé vált, hogy a lengyel vízvezeték szerelő. Persze. Vagy hogy még 2017-18-ban ilyen jogszabályokat fogadtak el, hogy építkezésen csak franciául lehet beszélni. Ami persze európai jogszabályba ütközött, amit nem kellett semmisíteni, de egyértelmű politikai üzenetet küldött, hogy építőiparban, szállítmányozásban, meg ilyen-olyan szakik területén, és hát azért ez a klasszikus munkásosztályt erősen érinti, hogy itt van egy úgymond bevándorlási probléma, ami ugye nem is látszik, mert hát az ember nem is tekinti magát közép-kelet-európaiként, bevándorlóként, különösen akkor, ha jól beszéli a nyelvet. Tehát nekem is volt olyan, aki mondta, hogy most jöttem haza Nagy-Britanniából, és akkor milyen bevándorlónak lenni Nagy-Britanniában? Én? Hát én nem, én csak dolgozni mentem. Tehát, hogy nem is erre jár az agyunk, nem is úgy tekintünk magunkra, miközben ott viszont, akiket ez érint, vagy akik úgy érzik, hogy kiszorítjuk őket a munkaerőpiacról, nagyon is így érzik. Igen, hát ezt egyébként a saját bőrömön tapasztaltam egyszer, még ez mert történelmi időkben volt, hogy a briteknél voltam ilyen nyári kampánymunkás, vagy valami hasonló, és egy brit asszony, és így kopogtattunk a házakba, ugye hát most persze nyilvánvalóan egy magyar soha nem fog úgy megtanulni, főleg nem a helyi tájszólás szerint, ugye, ahogy az kéne. Tehát már rögtön ordított rólam, hogy én külföldi vagyok, és azt mondja, hogy oké, maga külföldi, ugye? Mondom, igen, igen. És visszamegy? Mondom, igen. Na jó, akkor beszélgethetünk. Tehát azért ez is egy... És ez Manchester környéken volt, igazi munkás negyedben, tehát... Utolsó kérdésem az lenne, hogy, és nagyon örültem ennek, hogy sokszor használtad azt a szót, hogy munkásosztály. És most tudományos problémaként jelzem neked, hogy
a magyar mai mainstream irodalomban, vagy szakirodalomban ezt a legtöbben cáfolni próbálják, hogy létezne még munkásosztály. Mi, az én pártom, az ISZAM, azt természetesen azt mondja, hogy van munkásosztály, sőt dolgozói osztályok, és még sok mindent tudunk erről mondani. De te hogy látod ennek a tudományos hátterét, hogy mennyire használatos a tudományban, hogy például a politika tudományban ez a munkásosztály kifejezés? Most az írott szövegekről, vagy egy akadémiai vitákról, vagy csak konzultációkról beszélünk, akkor ez a munkásosztály, ez lehúrogjátok egymást, hogy na, ilyen nincs, vagy pedig vita van erről, hogy van, tehát hogy állunk ezzel a dologgal? Ez lehet, hogy szociológus kéne, de bizonyos jeleket tudok mondani. Tehát én azt látom, hogy a francia irodalomban, ha nem is munkás osztályról, de munkásságról beszélnek. Tehát ha én kinyitok egy közönyi kutatást, ahol nekem a nagy adatok után ott lesz a demográfiai lebontás, mondjuk az elnök választás eredményét elemzendő, ki kire szavazott, akkor egyik oldalról megadják nekem azt, hogy mennyit keres az illető, hol lakik, férfi, nő, hány éves, és a többi, és a többi. Megadják a státuszát, aktív, inaktív, és a többi. És utána be lesz sorolva, hogy nem tudom én, szabadúszó, be lesz sorolva, hogy munkás, be lesz sorolva, hogy alkalmazott, be lesz sorolva, hogy nem tudom én, felsővezető, és a többi, és a többi. Tehát az biztos, hogy a munkásság az egy olyan kategória, amit például a közleménykutatók, ergo azt gondolom, hogy a szociológusok használnak. Tehát, hogy én arról tudtam annó, egyszer írtam erről egy hosszabb cikket, hogy találtam arról cikkeket, elemzéseket, hogy francia munkásság az hogy viselkedik, kire szavaz. Tehát ez egy létező kategória, azt akarom mondani. És a mai napig, hát éppen a napokban lapoztam át ezeket a számokat, és ott volt nekem feketén-fehéren, hogy létezik ilyen, hogy munkásság. Tehát mint kategória egészen biztos, hogy létezik. Na most az, hogy ez egy mekkora kategória. Az, hogy nyilvánvaló, hogy az egykori munkásság egy része az most már inkább inaktív vagy nyugdíjas, tehát hogy átkerül egy másik kategóriába, az biztos. Tehát hogy ez egy egyre kisebb, vagy a korábbiaktól kisebb társadalmi réteg, az biztos, de létezik a kategória, tehát ezt viszont tudom mondani, hogy két napja lapoztam át. Jó, tehát akkor ez csak egy, vagy most én azt úgy, nekem ez úgy jött le, hogy ez igazából egy zsurnalisztikai vita, mint sem tudományos vita, hiszen azt mondod, hogy ez különböző tudományos munkákban is használatos kifejezés, és nincs Franciaországban én találkozom vele. Uh-huh. Úgyhogy munkásság, úgyhogy szó szerint munkás osztály úgy ritkábban. Uh-huh. Tehát ez a classe ouvrière, ez, uh-huh, ez kevésbé, de úgyhogy ouvrier, tehát hogy munkás, munkásság, úgy igen. Tehát azért ezt szerintem be lehet lőni, és véletlen ugyanarról van szó. És akkor utána az meg már szociológusokra bízom, hogy akkor ez egy osztály, nem osztály, mekkora osztály, csoport. Azt hiszem, hogy ez nem feltétlenül a politológus asztala, de munkásság az létezik, ez biztos, és politikailag értelmezhető. Ez nagyon örülök, mert ugye nekem mindig okozott gondot, én bár valamennyit tudok franciául, de hát azért nekem a fő erős nyelvem az inkább az angol. És ugye ez a hardworking people nevű mondat, amit aztán magyarok, a dolgozó kisember. A hardworking people az nem kisember. Az keményen dolgozó. Szóval azért az egy akaratérvényesítő valaki. Tehát arra úgy hivatkoztak, és nem mindegy ilyen lesajnált, megsekítendő szociológiai kategória. Tehát, hogy ugyanaz a szó és fogalom, mekkora tud torzulni, mire Európa egyik feléből a másikra érkezik. Ezért is kérdeztem, hogy ez a munkásosztály vagy munkásság, mint olyan, ez mennyire létező fogalom. Most jutott eszembe, hogy még annak, amikor Nicolas Sarkozy köztársasági elnök lett, ő is egy hasonló fogalmat használt. Hát nyilván bizonyos szempontból dolgozókat és munkásokat próbált megfogni. Ő azt a kifejezést használta, hogy akik korán kelnek, a koránkelők. Igen, igen, igen. És ez talán jobban hasonlít a keményen dolgozó, aha, kategóriához, mert hát ugye a fölkelés is egy aktív, igen, igen, cselekvés, és ez volt a mondás, hogy akkor akik korán mennek, akik műszakba mennek, ugye azért az a munkásosztálynak egy fontos jellemzője, hogy több műszakba dolgozik, úgyhogy... Bár hát azért én azt gondolom, hogy az alkalmazotti világban is rengetegen vannak, akik műszakba mennek. Ez most is igaz, igen, egészségügyben. Szóval így...
Eszter, én nagyon-nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést. Én nagyon remélem, hogy mások is pont annyira fogják élvezni, mint amennyire én tettem. Egy lopott kifejezéssel jövő, ugye most már tudom, hogy hogy működik egy atomerőmű, de tényleg nagyon sok olyan dolgot mondtál, ami számomra nagyon érdekes volt, és bízunk benne, hogy a hallgatók számára is ez fontos, mert valahol tényleg én úgy érzem, hogy nagyobb nyitottság kéne legyen a füleinkben a francia dolgok iránt, és hát akkor az pedig, hogyha nem haragszom, majd a francia parlamenti választások után esetleg, hogyha neked elfér, akkor egy újabb beszélgetés, és esetleg pont arra fókuszál. Akkor fókuszra, már pontosan tudni fogjuk, hogy igen, meg hogy mi lesz, meg mi minden. Tehát azért hadd tegyünk a hallgatóknak egy olyan ígéretet, hogy azért lesz ennek még folytatása. Tehát vigyázó szemünket nem vetjük le Párizsból. Aranyos vagy. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. És hát akkor a hallgatóknak is köszönöm a figyelmet. A Sinistro Verzum első igazi politológiai részét hallottátok. Köszönöm szépen!